Még urnazárás után is hosszasan kígyózott a sor Budapest 11. kerületében, ahol az átjelentkezett állampolgárok voksolhattak. Volt, aki este 10 óra körül tudott élni választójogával. Személyes felelősséget ön nem érez, hogy ez a helyzet kialakult? Én sem egyetlen egy helyi választásirodai vagy egyéni választókerti választásirodai munkatársat nem tartom, hogy ők felelősek lennének ezért. Mert ugye ezt nehéz megmagyarázni azoknak, akik még most az utcán állnak sorban. Ők teljesen, tehát tudomásul veszik, és azt mondják, hogy ilyen jól szervezett dologgal még nem találkoztak. Amiatt, hogy ennyi anomália volt a mai választási napon, fontolgatja a lemondását? Nézze, én akkor megyek el, amikor úgy gondolom, hogy el kell menni, mert én már nyugdíjas vagyok, úgyhogy, de nem érzem úgy, hogy bármilyen anomália lett volna, ami miatt le kellene mondanom, mert ez egy sikeresen lebonyolított választás volt. Ez a választás, ez nem mindenkinek hozta meg a humorérzékét, és ezt meg tudom érteni, de ami történt, tehát ha nem lenne tétje, akkor ebből azért úgy 52 héten áll megérne a civil a pályán, és még más műsorok, ATV, BTV, CTV, DTV. És még a Monty Python is. Hát az külföld, az imperialista. Valóban, ez egy igazi vásári komédiának beillő szituáció volt, és az a fontos, vagy az a lényeges itt, hogy újra kell definiálnunk a sikeres fogalmát. Tehát, hogy az nem az, ami régen volt. Tehát a magyar válogatott is sikeresen vette az utolsó két fordulót, hiszen megvolt, ugye volt eleje, közepe, vége. Az egy dolog, hogy vesztettünk, de attól az még sikeresen lezajlott. És hogyha ebbe a kontextusba tesszük, akkor már is igaza van a hölgynek. Most már csak arra vigyázzunk, hogy Székely Éva örökbecsű mondása, mely szerint sírni csak a győztesnek szabad, azon kell-e változtatni? Figyelek. Én tegnap találkoztam Pál Filonával egyébként, mert a Heti Naplóba készítettem vele egy interjút. Ami csütörtök. Igen, igen. Tehát ez csütörtökön történt, igen. És adásnaphoz képest holnap, vagyis vasárnap, de igazából igen. Holnap után fog adásba kerülni. És most már elég sokakkal összeveszett, most velem is, de ugye a sor az úgy nézett ki, hogy a választás estéjén Baló György, aztán Kis Ferenc kollégám, aztán másnap Rónai Egon, és én is, és ennek ellenére ő azt mondja, hogy nem ő kezeli rosszul a médiát, hanem mi provokatív kérdéseket teszünk föl, és nem vagyunk hajlandóak elfogadni, ha ő 10-szer azt mondja, hogy neki nincs felelőssége, akkor 11-szerre miért kérdezzük meg, hogy de neki van egy felelőssége. De teljesen igaza van a Borgulának. Itt alapvetően az a helyzet, hogy ha a víz nem jön a csapból, akkor velünk van a baj, nem a csapból, nem a vízzel. Tehát örüljünk annak, hogyha jön a víz, tehát legyünk optimisták, legyünk derülátók. Ha hétfő jön, de kedden, szerdán, csütörtökön nem, akkor a hétfőnek kell örülni. És aki a hétfőre sem tud örülni... Jó, azért itt álljunk meg egy szóra. Maga a köztisztviselő, hiszen ebben a szerepben van most ugye a választásiroda vezetője, ő nem mondhat mást. Tehát lehet, hogy a kérdést nem neki kellene feltenni, ő csak egyet mondhat, hogy a rábízott feladatot elvégezte. Minden kérdést Orbán Viktornak kell feltenni. Elnézést kérek. Maximális alázat, akkor én a nemzetközi sajtótájékoztató alapján inkább nem mernék kérdezni. Ez így van. A válasz az lesz, hogy köszönöm szépen. Tehát azt azért tudomásul kell venni, hogy mi azt hisszük, hogy a mi értelmes kérdéseinkre értelmes feleletet kapunk, ja. Nem ebben a világban élünk. Tehát most ezt ragozhatjuk meg, mondhatjuk, hogy mit mondott, mit nem mondott, ő neki ezt kell mondani. De azért egy elnök az azért van, tehát mindennek azért van felelőse és vezetője, hogy legyen tehát hogyha valami baj történik, egy akkor legyen országban. Egy személyi felelős, aki... Egy másik országban. Hát akkor minek van elnöke az MVI-nek? Hogy nem, ez nagyon rosszul akkor látod. Minek van? Először is tudod-e azt, hogy az oroszlánnak miért van farka? Mert a jóisten úgy teremtette. Nem, hogy a bojtja ne legyen csak úgy a levegőben. Nem arról van szó, hogy ne legyen elnöke, arról van szó, hogy nem nyilatkozhat. Ez két teljesen különböző dolog. De nem azzal van a baj, hogy nyilatkozik. Azzal van a baj, hogy mit? Na de onnantól kezdve, hogy ő nem nyilatkozhat, beszélhetne a zöldségleves készítésről is. Hiszen Tétény Éva megmondta, hogy amit érdemben kérdezett tőle, arra érdemben nem válaszolhat. Nem lehetne, hogy, mint ahogy biztos régen is volt ilyen az én életem előtt, vagy mikor még kisgyerek voltam, hogy így összekacsintva, hogy kedves Tétényi Éva, akkor háborodjon föl, hogyha egyetért azzal, hogy ez a választás nem volt sikeres. És akkor ő fölháborodik, és mindenki érti, hogy miről van szó, miközben mindenki megkapta azt a tartalmat, amit kellett volna. Én most már ismerlek benneteket,
Veletek ezt meg lehetne tenni. Legjobban talán a Gyurival, őt ismerem a legrégebben, de kérdés az, hogy Pál Filonának van-e humorérzéke. Hát én azt gondolom, hogy nagyon veszélyes, akinek nincs humorérzéke, és ha már így meglettem szólítva, hogy nem röhögöm magamat halálra, azon, hogy a választás, ami a demokráciának a tényleg a legfontosabb csúcseleme, ilyen vicces komédigába megy át. Akkor már bajászint, hogy vesztettél? Tehát én nagyon drukkoltam neked. Hát nagyon kedves vagy, sokan voltak így. De nem elegem. Én azt gondolom, hogy ez egy evidencia. Ne legyél olyan, mint egy foci szövetségi kapitány, nem. Tehát ne legyél olyan bonyolult. Távol tartom magam attól is. Azt kell mondanom, hogy ennek az országnak erre a megfélemlített pozícióra van szüksége. Az emberek agya ki van mosva, és a kimosott agyúak így nyilatkoznak. Nem biztos, hogy szükség volt arra, hogy én ebben részt vegyek, de nem volt hátrányos, hogy megtanultam. Az ember holtáig tanul, én még elég öreg vagyok már ahhoz, hogy még tanulhassak. Mi volt a legfőbb tanulság? A legfőbb tanulság az volt, hogy praktikusan a pártok nincsenek benne a társadalomban. Elszállnak fölötte. Én ezért vagyok ős civil, évi is, ilyen civil típus. De ezen az alapon nyerhettél is volna. Nyerhettem volna, hogyha Fidesznek nem lenne úthengere. És ha nem lett volna ott az a logó, és ha csak egy nincsenek pártok, de van úthenger. Volna. Van úthenger, és van megfélemlítés, és szólíthatom röviden feudalizmusnak. Akkor hallgassuk meg az osztályfőnöket, amint beszél.